Más azért 350 ezer forint a VBK-i keretösszeg, de ennek az értékének a mával szembeni megőrzéséhez a munkáltató elfogadta azt a javaslatunkat, hogy a szolgálati idő elismerésénél ezt az összeget felhasználja, és egy későbbi tárgyalások folyán, későbbi tárgyalásokon ezt beépíti ebbe a szakmai idő elismerésébe. Itt a kafetéria emelése nem jöhetett szóba, hiszen a társaságoknál egységesen kell a kafetériát meghatározni a MÁV ZRT vezérigazgató szerint, ezért azt a 12 ezer forintot a szakmai gyakorlati idő elismerésében tudja a munkáltató a munkavállalóknak biztosítani, ebbe is született megállapodás. Ez a 12 ezer forint, amivel emelkedett a MÁV ZRT-nél a kafetéria keret összege. Ez a díjazás egyébként is negyed évenként kerül kifizetésre, mire az első kifizetés megtörténne, addig ebben megállapodás fog születni ennek a mértékéről, hiszen ehhez számításokat kell végezni, hogy melyik életkori kategóriában hány munkavállaló van. A munkáltató elfogadta azt a javaslatunkat, hogy a kocsivizsgálók külön díjazásában lévő 7500 forintot alabéresítse, ehhez különböző jogi eljárásokat kell lefolytatni, ennek a várható időpontja március 1-je. Mondhatjuk azt, hogy a bérmegállapodásban a többi társasághoz hasonlóan az adóváltozás miatt kieső összeget a munkáltató kompenzálja. A kollektív szerződés módosításában is megállapodás született, amely a jelenlegi kollektív szerződésben több esetben kedvező díjazást állapít meg, így az átvezénylési díjnál, a jegyvizsgálóknak a helyettesítési díjánál, a szociális segélykeretnél, a igényelhető fizetési előleg keretnél is. A VDSZ kezdeményezte azt, hogy azoknak a munkavállalóknak, akiknek a hosszú szolgálatok alatt és a rossz cipő következtében a lábuk valamilyen sérülést szenvedett, és ezt ortopéd orvos is megállapítja, a munkáltató járjon el, hogy a munkavállalók önkéntes alapon vizsgálatokon vehessenek részt, és ezek a vizsgálatokon megállapítják azt, hogy károsodott a lába, akkor az ehhez szükséges járásjavító cipőket, eszközöket, betéteket a munkáltató megtérítse. Erről a munkáltató nem zárkózott el, és későbbi tárgyalásokat fogunk folytatni. Ez az alkalmasságukat nem veszélyezteti? Hát nem az orvosi, tehát nem a foglalkozás egészségügyi orvoshoz kell menni ezt a vizsgálatot elvégeztetni, hanem szakorvosokhoz, ortopéd orvosokhoz. A vasúti egészségügyi orvosi vizsgálatot szóló kormányrendelet ezt a vizsgálatot nem tartalmazza, tehát a foglalkozás egészségügyi orvosoknak ezt nem kell vizsgálniuk, ez a szakorvosokra, az ortopéd szakorvosokra tartozik, amely kívül esik ezeken a vizsgálatokon.